Másfél éve dolgozik együtt Hoffmann Nóra és Maxim Zavozin, ám Magyarországon csak most a hétvégi országos bajnokságon léptek először jégre. A műkorcsolya és jégtánc OB-n ma a kötelező és a rövid programokat rendezték meg. A 30-as, 40-es évek zenéjére koreografált programmal egy új kötelező tánccal a finsteppel nyitotta meg az országos bajnokságot Hoffmann Nóra és az orosz származású amerikai-magyar kettős állampolgárságú Maxim Zavozin. A Moszkvában, az Egyesült Államokban és Budapesten is készülő kettősnek az első hivatalos világversenye a januárban Helsinki-ben sorra kerülő Európa-bajnokság lesz, ahol nagyon szeretnének az első 10-ben végezni. Teljesen új kötelező tánc, úgyhogy és kíváncsiak vagyunk a bíróknak a véleményére, mert szerintem ők is életükben először látták így élőben a táncot. Mennyire megy már a magyar nyelv egyébként, Maxim? Kicsi, not so good. Milyen órával táncolni? Ja, nagyon jó. Az original nagyon jól áll nekik, a swing, tehát én szerintem simán az első 10-be bent kell, hogy legyenek, és szerintem kvalifikálni is fognak tudni az olimpiára. A nőknél Európa bajnoknőnk Sebestyén Júlia, a férfiaknál Vardanjan Tigran várja az élről a vasárnapi kűröket.